Sziasztok! Rendhagyó módon kültéri bejelentkezéssel jövök. Ez a füst a háttérben, meg ez a kis pont, ez a férjem. Éppen éget, ugyanis párata volt egy nagyon durva szélvihar, és kidöntött egy bazi nagy fát, és persze pont úgy esett, hogy nem tudtunk tőle kijönni az autóval, láncfűrész meg persze nem működött, úgyhogy be is ragadtunk egy napra, aztán szépen jött a felmentő sereg, egy ismerősünk, felvágták a fát, de nincs kedve onnan elpakolni, úgyhogy inkább ott elégeti. Na szóval ennyit a felvezetésről. Kiskutyával sétálunk éppen, és gondoltam, hogy amíg sétálunk, beszélgetek veletek, vagyis hát most így elmondom a kis eszmefuttatásomat Gwyneth Paltrowról, aztán majd megbeszéljük, hogy ti mit gondoltok. Szóval biztos láttátok, hogy hamarosan, január 24-én elindul Gwyneth Paltrow The Goop Lab című sorozata a Netflixen, és hát még csak az előzetes van kint, ugye, de hát már kapott hideget, meleget. Én személy szerint nagyon kedvelem Gwyneth Paltrowt, mint színésznőt, és nem tudok elmenni amellett a tény mellett sem, hogy nyíltan beszél a menopauzáról, ugye nem sok ilyen hollywoodi színésznőt láttunk, bár azért például most Naomi Watts is beszélt róla a múlt héten, ezt majd még meg is fogom írni. Tehát visszatérve, hogy ugye a menopauzáról ugye nyíltan beszél, hiszen és benne van, és a tüneteit is őszintén elmesélte egy-két éve. Persze nem lehet elmenni szó nélkül amellett sem, hogy azért itt van egy komoly üzleti érdek is e mögött, mert ott van az ő kis Goop nevű weboldala, ami nem is olyan kicsi már persze, és jó sok millió dollárt ér, ami hát egy wellness oldal, tehát a Gwyneth Paltrow is már színésznőből wellness guru lett, és mindenféle dolgokat árul, amitől állítólag jobb lesz nekünk. Mondok egy-két példát. Például volt egy olyan, amiből ilyen kis botrány is lett, a jáde tojás, amiről azt állította, hogy hát az segít rendbe tenni a hormonháztartást, hogyha felhelyezzük a vaginába. Hát szerintem mindenki egy ilyen jáde tojással járkálna, aki menopauzában van, ha ez igaz lenne. Vagy a másik ilyen dolog volt a vagina gőzölés, ami hát nem csak hogy káros, de veszélyes is, ugye ezt kipróbálták páran, és hát igen, égési sérüléseket szenvedtek, mert hát egyrészt, hogy a vaginának semmi szüksége tisztításra, tisztítja a saját magát. Tehát a felvezetés után gondolhatjátok már, hogy Gwyneth Paltrow igencsak az áltudományok doktora lett, idézőjelben, ugyanis főleg ilyen típusú dolgokkal jön elő, amik pseudotudomány, ugye, ami nem bizonyított. És a sorozat is most, a sorozattal kapcsolatban is, nyilván ez az egyik fontos dolog, hogy mielőtt egy ilyen sorozat lemegy, ami tele van ilyen dologgal, azt érdemes lenne előtte megnézni, hogy egyáltalán működik-e. Nyilván ezt sokan problémának látják, mint például az én kedvenc nőgyógyászom, Jen Güntner, aki a népbutítást írtja, és ő is hangoztatta, hogy előtte ezt meg kellett volna vizsgálni, hogy Fedi! Come on, Fedi! Mielőtt kijön egy ilyen sorozat, mert biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik ki fogják próbálni, függetlenül attól, hogy működik, nem működik. Fedi, come on! Hol van? Jó, ott koporoszkál. Jó, come on, Fedi! És hát, hogy nyilván a Netflix meg mellé állt, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek ebben a sorozatban, de ez egy ilyen elég fontos dolog szerintem, hogy egyszerűen nem szabad elhinni semmit. Főleg nem azt, amit az interneten olvasunk,
mert hogy ma már mindenki gyárthat tartalmat. És ez itt az egyik legnagyobb probléma, hogy számos ember kiadja magát szakértőnek. Nincs semmilyen képesítése, kitalál baromságokat, és próbálja eladni. Most nem azt mondom, hogy most konkrétan Gwyneth Paltrowról beszélek, de hát ő is színésznőből lett egy tanácsadó, hogy mondjam, milyen mászot mondjak, wellness guru, és csak azért, mert Gwyneth Paltrow, és mi szeretjük, megkedveljük a filmjeit, ez nem jelenti azt, hogy egyébként, amit ő nekünk próbál eladni, az valójában hasznos. És engem mostanában egyébként ez zuhít fel a legjobban, hogy nagyon sok a baromság az interneten, és én mindig azt szoktam mondani magamnak is egyébként, hogyha elolvasok valamit, és érzem, hogy ez így nem kerek, hogy utána kell olvasni, ellenőrizni 3-4 helyen adott esetben, és ha meg egészségről van szó, akkor meg főleg, és nem szabad mindenféle tanácsnak bedőlni. Nyilvánvalóan a legjobb forrás ez az orvos, úgyhogy járjatok utána mindennek többször. Szóval visszatérve Gwyneth Paltrowra, én várom a sorozatot, és hát nagyot fog menni szerintem, nyilvánvalóan ilyen felvezető után, és majd megbeszéljük, úgyhogy írjatok, kommenteljetek. Én most megyek vissza főzni, amit egyébként nem szeretek, de azt találtam ki, hogy van egy nagy toszkán szakácskönyvem, amit még az anyósom kapott egy Medici leszármazottól 92-ben, és azt gondoltam, hogy abból fogok így időről időre valamit megcsinálni. Freddy! És most ott találtam egy ilyen érdekesnek tűnő tésztát, úgyhogy ezt meg fogom csinálni, és remélhetőleg az lesz a jövő heti videó. De arra még várnatok kell egy kicsit, hogy addig is jó hétvégét meg minden. Freddy! Ja, itt van. Come here! Bemutatom nektek a kiskutya. Hi, Freddy! Na jó, úgyhogy sziasztok, köszi, hogy néztek, és akkor találkozunk jövő héten.